Magyarországon 1915. június 13-án jött létre az Országos Stefánia Szövetség, amely a csecsemő halandóság csökkentését és a születésszám növelését tűzte ki célul. Ez a rendszer a II. Világháborút követően alakult át védőnői szolgálattá, amely máig állami keretek között működik. A járványhelyzet miatt ezúttal bő 2 hónap csúszással ismerték el a szakmában dolgozók munkáját Nyíregyházán, a nemrégiben felújított Kállai házban. A védőnők napja, amikor volt, akkor nem tudtuk megtartani, mert akkor még ugye az a helyzet volt, most sikerült és nem szabad, és nagyon fontos, hogy tartjuk azt, hogy erről ne feledkezzünk meg, méltassuk a munkájukat, méltassuk azt, hogy mindennapokban ott vannak, és nem szabad elfelejteni azt, hogy a következő időszakban is rájuk ugyanolyan fontos feladat hárul, közvetlenül ők az alapellátás rendszerében közvetlenül találkoznak a lakossággal, és mint ilyen, hogy az ő munkájuk tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon nagy odafigyelést igényel, nagyon oda kell figyelni, mind szakmailag, mind emberileg, hogy a mindennapokban mit tevékenykednek. A megjelenteket Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte, aki azt emelte ki, a hazai védőnői szolgálat egyedülállónak számít Európában. Kovács Ferenc hozzátette, a megyeszékhelyen több helyen, így például az Ungvár sétányon és a Csillag utcán is megújult környezetben dolgozhatnak a védőnők, aminek a jelenlegi helyzetben még nagyobb jelentősége van. Mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos, remélhetőleg a jövőben ez a munka még több lesz, mert hogy több gyerek születik majd. És hát ebben az évben, amikor ez a járvány kísér bennünket, azt gondolom még inkább felértékelődik az a munka, amit ők végeznek, és ezért most ide a Kállai kúriába hoztuk ezt az ünnepséget, amikor megköszönjük az ő munkájukat, és talán biztatást is adunk, hogy mennyire értékeli egész Nyíregyháza, és mennyire fontos az ő munkájuk. Ezt is fontos elmondani, mert a pozitív visszajelzések ritkábbak, mint a negatívak, és hát erre mindenkinek nagy szüksége van. Védőnői munkát 1989 óta csak védőnői szakon szerzett oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Nyíregyházán területi és iskolai szinten jelenleg összesen 63 védőnő tevékenykedik.